Hát régi olvadó biztosítékokra lenne szükségem. Nem tudom, hol lehetett volna kapni, de Selmec bányán a villamosboltban lehet kapni. Üdvözlet mindenkinek! A mai napon Selmecbányára megyünk, a történelmi Magyarország egyik legépebben megmaradt bányavárosát nézzük meg. Gyertek velünk! There's not a single day that passes without you on my mind. Not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Oh. Nagyobb jó indulat vezérelt minket, tényleg akartunk venni parkolójegyet, mert annyira nem is drága. De nem adott az Istennek se az autómat, amivel nem látta a rendszámot, vagy nem tudom, hogy miért. Remélem, hogy nem raknak rá bilincset, vagy valamit, mire visszajövünk, de hát elvileg nem tudják, hogy most vettünk, vagy nem vettünk. Reménykedünk benne, hogy nem lesz gond, és kihosonunk. Na Bálint! Ostan! Ez szép lesz az épület, nézd! Ilyen cipi! Ezt felvehetted, ez szép! Nos, hát megérkeztünk Selmecbányára, úgyhogy most felfedezzük a várost. Maga a város egyébként így a Selmeci-hegységnek az oldalában, egy ilyen völgyben fekszik,
és ez is az egyik oka annak, hogy megőrizte ezt a középkori hangulatát, és viszonylag az óvárosa egy egységes képet mutat. Egyébként ugye a bányászatáról híres, a 11. században a bencés rend kapott bányászati jogot, majd a tatárjárást követően 4. Béla német bányászokat hívott ide, és szabadkirályi várossá tette ezt a települést. Így ennek köszönhetően fejlődésnek indult a város, ugye a németeknek köszönhetően, és ezt követően ugye a nagyföldrajzi felfedezések révén ugye az ásványkincsek közönlöttek Európába, a nemesfém, és egy kicsit hanyatlott az ezüst kitermelés. És aztán hát a 20. században szerencsére a szocializmus nem rombolta annyira, mivel eléggé el van rejtve ez a város, mint mondtam így a hegyek között, és így elkerült az iparosítás. És a legfontosabb az, hogy fölvették 1993-ban a világörökségi listára, tehát az UNESCO része lett, és azóta állagmevóvás van, és minden műemlék jellegű épületet föl kell újítsanak. Ugye oda nem akarunk fölmenni. De mindenképpen nézzük meg. Most vagyunk föl a Felsővárba. Tomi, rájöttem, ez a kis lépcső vezet a Felsővárhoz, mert van egy óvár és van egy újvár. És ez az egyik. Hogyha reneszánsz erődmítmény, akkor az az újvár lesz, a Leányvár. Nézzük meg. Távolban egy vulkánikus kúpnak a tetején, mint egy 700 méter magasan áll, a történelmi Magyarország legszebb kálváriája. Úgyhogy azt most lehet, hogy mi nem fogjuk megmászni, de legközelebb, ha visszajövünk. Szóval a túránk elején hegynek vettük az irányt, és felsétáltunk az egykori városkapuhoz, itt látható mögöttem. Egyébként nagyon szép, ezt is felújították. Tehát egykor itt jöttek be a kereskedők, meg mindenki, aki a városba be akart térni, és a másik irányba pedig velem szemben egy tipikus német templomot lehet látni, ez a Frauenberg templom. Szűz Mária tiszteletére szentelték föl. És hogyha tovább megyünk a templom mellett, akkor ott fogjuk találni az új várat. Két vár van ugye Selmecbányán. Az egyik itt fönn a hegyen, a másik pedig az óváros túlsó részén. Tehát az az óvár, ez pedig az újvár, a Leányvár. És a török ellen építették egy ilyen reneszánsz erődítményt tulajdonképpen. De maga a török soha nem vette be ezt a várost. Nézzük meg! Bejöttünk, ebédeltünk itt a csillék közé. Tök jó pofa, ilyen bányász stílusban van az egész. Kis étterem, és akkor menüt rendeltünk. És mennyi volt? Hát összesen 20 euró. Szuper! Na jó étvágyat! Baby, come and give it back, give it back, give it back, till the sun comes up.
jutottunk a Szent Háromság térre, ez az egyik legszebb része Selmecbányának. Sajnos egy része megrongálódott, nem tudom, hallottatok-e róla, de márciusban volt egy hatalmas tűzvész itt, és mintegy 7 épület vált a tűz martalékává, és még most is el van kordonozva, és dolgoznak rajta, hogy megmentsék ezeket az épületeket. Úgyhogy hát itt a képeken látszik is, hogy milyen pusztítást végzett a tűz, de szerencsére nem égett le az egész város. Felérkeztünk az óvárba, hát ez egy gyönyörű létesítmény itt. A 13. században kezdték el építeni, eredetileg ugye ide egy templomot építettek, Szűz Mária plébánia templomot és egy temető volt itt. Román, gótikus, reneszánsz és barokk stílus jegyek figyelhetők meg, és 1490-es években székesegyházat emeltek itt, tehát székesegyházzá bővítették ki a templomot, és amikor a török elfoglalta az országot, tehát a Mohácsi csatát követően a török veszély miatt erődrendszerre építették ki, és akkor ezt az egész székesegyházat átalakították egy erőddé. Például az atyáknak a lakjait, tehát az emeleti termeket is katonák foglalták el, főbejáratot is befalaszták, és akkor a templom oldalának egy bejáratát használták bejáratnak, amit egy ilyen felvonórácssal működtettek, és egy nagyon korszerű erődrendszert építettek ki. Nagyon hasonlít egyébként Erdélyben a kelneki erőd templomra. Hát jó kis napunk volt ma. Tényleg ez a Selmecbánya egy nagyon szép város. Érdemes eljönni megnézni. Nekünk nagyon tetszett, különösen ez az óvár, mintha Erdélybe egy erődített templomba, várba csöppentünk volna. De az egész város nagyon szép, hangulatos, az emberek kedvesek. És hát idejében kell elindulni. És nincs egy vízszintes útszakasz. Elfáradtunk, nem? El. De az ide vezető út is nagyon szép, megéri. Jaj, gyönyörű volt az egész. Hát fantasztikus. Hát korábban kellett volna indulni, nem gondoltam, hogy ennyi látnivaló lesz itt. 9-kor indultunk, és most 5 óra van. Igen. És nagyon finomat ebédeltünk. Nagyon klassz volt az egész, tényleg. Érdemes eljönni. Nagyon szép. Akkor... Igen, köszönöm. Akkor lassan, azt sem menjünk. Sziasztok!